Üdvözletünk! A 10. hét második felének híranyagai is a szokásos formulát vették fel, azaz sok rövid hírek és pár érdekesség az olyan nagyobb címekkel kapcsolatosan, mint a Dead Space, az Assassin's Creed vagy éppenséggel a Tomb Raider. Szóval jó szórakozást! Májusban érkezik meg PlayStation 3-ra a Wonderbook Dix Nightcrawler, amiben ismét használhatjuk a Sony varázskönyvét. A detektív játékban noir hangulat közepette nyomozgathatunk, miközben bőszen hadonászunk a Move-val, de véres és brutális jelenetekre senki se számítson, mivel ez gyerekeknek szól. Úgy tűnik, hogy az új Lara Croft nem áll meg a monitorainkon, és a mozik felé venni az irányt. A történet a most megjelent játékot venni alapul, és bár főszereplőnk húsvér megtestesítőjével még nem rendelkezik a projekt, sokak szerint az a Camille Luddington lenne a befutó, akit a kisasszony legújabb kalandjában is hallhattunk. Úgy fest, hogy a Resident Evil filmáradat sem képes csitulni, hiszen szeptember 12-én immáron a 6. rész érkezik. A szereplők kiléte még kérdéses, de furcsa lenne, ha Milla Jovovich neve nem égtelenkedne a stáblista tetején. Állítólag 25 dolgozótól vált meg a TimeGate Studios, akik legutóbb az Aliens Colonials Marines fejlesztésébe segítettek be, hol többet, hol kevesebbet. A leépítések oka egy meghiúsult megbízás, azonban a csapat több projektjét nem veszélyezteti a dolog, és nincs összefüggésben a felemás lövöldével. Igazi csemegének tűnik a Resident Evil Revelations HD Infernal módja, hiszen nem csak maga a játék lesz nehezebb, hanem az ellenünk felsorakozó dögök ereje és élete is drasztikusan megnő, csak hogy érezzük a törődést. Már elérhető a Mass Effect 3 utolsó DLC-je, a Citadel, amiben még egyszer utoljára bulizhatunk egyet a régi ismerősökkel, hiszen a korábban ismert karakterek nagy része feltűnik a letölthető tartalomban. A kiegészítő ára egyébként 15 euró, illetve 1200 Microsoft font. A Crytek vezérigazgatója Csevat Jerli elmondta, hogy a Crysis 3 nagyon közel járt ahhoz, hogy Wii U-ra is megjelenjen, de végül mégsem így lett. A döntés mögött nem a játék grafikájával kapcsolatos kompromisszumok állnak, hanem egy olyan üzleti döntés, ami lehetetlenné tette a Nintendo és az EA közös megállapodását. Az interneten felütötte a fejét a Modern Warfare 4 beta.com cím, ami senkit se tévesszen meg. A honlapra a Facebook adatokkal lehet beregisztrálni, amiért cserébe beta kulcsokat kapnánk, de persze csalás az egész, elvégre is még a játékot sem jelentették be. Szóval senki ne lőjön be neki. Kellemes meglepetésben lehet részük azoknak, akik stílusosan tolják a Gears of War Judgment kampányát, hiszen jutalmuk nem marad el, egy teljesen új kampány keretein belül nézhetik végig Baird és Cole Gears of War 3 beli kalandjainak végét. Hát ha másért nem, ezért megéri halmozni a pontokat. Élő szereplő Portal sorozat indul március 15-én a Machinima YouTube csatornáján. Az Aperture R&D címet viselő széria leginkább az Aperture Laboratories mindennapjaiba enged betekintést, miközben igyekszik megtartani a játék hangulatát és meglehetősen szarkasztikus humorát. Új játékon dolgozik a Rovio csapata, ezúttal azonban se zöld disznók, se dühös madarak nem lesznek a felhozatalban. A fejlesztők a DreamWorks új animációs filmjét, a The Croods ültetik át iOS-ra és Androidra, melyben ősemberként kell helytállnunk, miközben gyűjtögethetünk vagy éppenséggel vadászhatunk. A játék ingyenesen letölthető lesz, a megjelenése pedig március 14-én esedékes. Cliff Bleszinski, a Gears of War széria atya is megszólalt az EA féle mikrotranszakciós ügyben. Szerinte az EA semmivel sem rosszabb, mint a Valve, elvégre az Origin és a Steam is hasonló módokkal igyekszik vásárlókat toborozni. Ha nem tetszik valami, akkor egész egyszerűen ne költsél rá, ilyen egyszerű. Számos info érkezett a Dragon's Dogma meglehetősen tartalmas kiegészítőjéről, a Dark Horizonről. Az új kaland nagyobbik részét a Beetle Black Eye föld alatti kazamatáiban fogjuk tölteni, ahol az alapjátékhoz mérten sokkal több Rift kristályt találhatunk, melyek nem csak a csatlósok toborzásában, de a sötétben való kóvájgásban is segítenek minket, amolyan fákja módjára. A neves producer Jerry Bruckheimer nevével fémjezett fejlesztő gárda lehúzta a rolót, ami nem is meglepő, hiszen a 2007-es alapítás óta nem készítettek egyetlen címet sem. Persze ez sem véletlen, Bruckheimer ugyanis amolyan ötletbörzének álmodta meg a Jerry Bruckheimer Games-t, ahol kifundálnak minden jót, az ötleteket pedig eladják pénzért. Hát csoda, hogy nem ment nekik. Túl szép volt, hogy igaz legyen. Korábban sokan már Prey 2-t vizionáltak a szemük előtt, aminek egyik oka egy titokzatos számláló volt egy olyan oldalon, aminek forráskódjában még jeleket is találhattunk a címre. Nos, a számláló lejárt, az Alien Noir pedig egy rajongói oldal volt, játéktárt sehol, cserébe viszont aláírhatunk egy petíciót érte.
Hatalmas sikernek örvend a Temple Run, ezért nem meglepő, hogy a Sega is lecsapott a dologra. Miután kék sündisznóját ráhúzta a menekülésre, meg is született a Sonic Dash, amit két dolcsért be is húzhatunk az App Store-ból. A játékmenet a szokásos futás, gyűjtögetés, futás, aztán ismét egy kis futás, legvégül pedig még futás. A Take-Two nem véletlenül készítette el a Grand Theft Auto 3 és a Vice City mobilos változatait, mivel hamarosan megvetni a lábát ezen a piacon is. Több nagyobb címet igyekeznek átültetni a markunkba, ami mindenkinek jó. Mi örülünk a nosztalgikus élményeknek, mégpedig kis ráfordítással újabb nyereségre tehetnek szert. Nem is olyan régen röppent fel a hír, miszerint az Electronic Arts eltemetni a Dead Space sorozatot, mivel a széria harmadik darabja nem szerepelt annyira jól, mint azt várták. A korábban kitűzött eladási számot nem sikerült teljesíteni, ezért már sokan a sorozat végét látták a lelki szemeik előtt. Az EA Sports főnöke Peter Moore maga titulálta a hazugságnak az egészet és megnyugtatta a rajongókat, miszerint nem kell aggódni, lesz itt még halott űr bőven, ha rajtuk múlik. Számos új info érkezett a Thief 4-ről. A játékban ismét Geraltot irányíthatjuk a sötétben, bár főhősünk Fizi Miskája kicsit megváltozott. Nem meglepő módon most is a lopakodásé lesz a főszerep, számos módszerrel juthatunk majd be, illetve ki az épületekből. Új funkciót is kapunk a fókusz személyében, ami amellett, hogy kijelzi a fontosabb tárgyakat, még az időt is lelassítja kicsit. A történet szerint egyébként hősünk visszatér a Citybe, ahol épp Baron zsarnokoskodik, és ha ez még nem lenne elég, egy pestis járvány is tizedeli a lakosságot. Végre lehult a lepel az Assassin's Creed 4 Black Flagről, bár az igazat megvalva a rengeteg szivárgásnak köszönhetően sok újdonsággal nem tudtak szolgálni a Ubisoftos srácok. A főszereplőnk Edward Kemper, Connor nagyapja lesz, akivel kedvünkre kalózkodhatunk majd a Karib-tenger térségében. Természetesen hajónkat fejleszthetjük is, a szigetek közötti utazás alkalmával pedig számos véletlenszerű esemény vár majd ránk. A víz alatti világ sem maradt ki a felhozatalból, sőt a multiról sem kell lemondanunk, igaz a hajós ütközeteket elfelejthetjük az online tengereken. A játék október 29-én jelenik meg PlayStation 3-ra, Xbox 360-ra, PC-re, Wii U-ra és következő generációs masinákra is. Még szinte nem is tudott nyugalmi szintre lassulni Lara Croft pulzusa, már is itt az első DLC, igaz egyelőre még csak az Xbox tulajdonosoknak. A Caves and Cliffs 3 új multispályát ad a felhozatalhoz, potom 400 Microsoft pontért cserébe. Noah Hodges, a Tomb Raider kreatív direktora egyébként elmondta, hogy az új irány lesz a mérvadó, és hát ennek okán nyugodtan elfelejthetjük a Lara Croft and the Guardian of Light folytatását. A Crystal Dynamics már készen áll a rebootolt Tomb Raider folytatására, amiben a fiatal Lara helyett már egy edzett kisasszonyt irányíthatunk majd. A későbbiekben egyébként a sorozatra korábban jellemző természetfeletti dolgok sem maradhatnak ki a repertoárból. Köszönjük szépen a figyelmeteket, hamarosan érkezünk a 11. heti hírösszefoglalókkal is, de addig is jók legyetek, kitartást, sziasztok!